Egyre nagyobb veszély leselkedik a diótermésre Magyarországon, mivel új kórokozók és kártevők tizedelik az ültetvényeket, védekezni pedig nehéz és költséges. Tehát látszik, hogy teljesen elnyálkásítja a burkot, és innentől kezdve ezt már nem lehet hasznosítani. A dió legjelentősebb kártevője az inváziós, Észak-Amerikából származó nyugati dióburok furólégy, más néven dióburok légy. Ezt a fajt hazánkban először 2011 őszén mutatták ki. A dióburok furólégy teljesen elnyálkásítja a dióhéját, és utána már senkinek nem lesz kedve lefejteni róla azt a burkot, tehát gyakorlatilag megsemmisíti a termést. Sajnos sokaknak fel kell készülniük arra, hogy kerti diófájuk termés hiány a legtöbb évben pusztán árnyékkal fog szolgálni a forró nyári napokon. Mostanában a csonthéjasokra is nehéz idők járnak. Tavasszal, április környékén itt nagy volt a fagy, utána májusban nagyon hideg volt az időjárás, később pedig, amikor megérkezett az igazi nyári hőség, egyszerűen nem esett az eső, nem volt elég csapadék, így aztán meg lehet nézni, hogy a fákon alig van dió. A diónak számos más károsítója van, közülük gazdaságilag hangsúlyosabbak a kórokozók, kiemelten a baktériumos és gombás megbetegedések. Akik nem nagy tételben ültetnek diófát, talán nem is gondolják, hogy a diófákat is kell bizony néha nagyon ritkán metszeni, és kell permetezni is. Hát elsősorban a gombafertőzések és a kártevők ellen nem sok növényvédőszer van engedélyezve dióban, de ami van, azt érdemes kihasználni. Az idei sláger kártevő, ha ezt lehet mondani, a dióburok furólégy. Ez egy betelepült faj, és nagyon-nagyon nagy kárt okoz a diósokban. Továbbá érdemes csapdázni a különböző molyokat, elsősorban a szilvamoly, ami itt nálunk megjelent. Hát lehet növényvédőszerrel is, és kiemelten ezzel a csapdával védekezni ellenük. A jelentősebb kórokozók közé tartozik egy vírus is, amely a dió gyűrűs foltossága néven ismert, de károsítja a cseresznyét is. Ez a kórokozó nem új, de jelentősége elég nagy, mivel nem csak termés kiesést okozhat, hanem megjelenését követően a cseresznyével ellentétben a diófa fokozatosan elpusztul. Védekezésképpen nem igen lehet más tenni, mint hogy az ültetvény érdekében eltávolítják a fertőzött fát.